olaja. Teszünk bele egy kis vizet. Mi történik, hogyha az olaj rossz vizet? Mit csinál? Víz alá megy? Melyik jön fel a fejére? Ez olaj fejére a fejére. Tehát láthatjuk, hogy a kettő anyag nem elegyedik egymással szépen különbált. Teszünk bele egy pár ételfestéket. Ez konkrétan. Jó, mi történt? Hát igazából az olajban egyáltalán nem oldódik vízben. És a vízben? Vízben pedig feloldódik. Jó, tehát itt láthatjuk a különböző anyagok oldatosságát. Akkor teszünk bele. Nézzük meg, hogy mi történik. És mi történik? Színes lett a olaj. Hát színes lett, nem az olaj, a víz lett színes. Olaj. És jönnek fel a buborékok. Mit jönnek a buborékok? A pezsgő tablettával. A pezsgő tablettával, de mit jelent nekünk, hogyha buborékok vannak? Hogy valamilyen gáz képződött. Igen, és most akkor beindult. Jó? Tehát a gáz képződés elkezdődött, és szépen viszik a felé színes mérést. Nyilván ez nem úgy működik, mint az otthoni lábalámpa. Miért? Hát azt például megdugjuk meg az árammal, tehát a hő hatására változik a viasznak a sűrűsége, és úgy mászkál föl le, itt pedig csak egyszer a gázképződés. Tehát ez csak elnevezés, hogy lábalámpa, jó? Tehát ez nem az. Ha most már ott beindult szépen, amíg el nem felkeresgő tabletta, és el nem áll a buborék képződés, a gáz képződés. Most megyünk éppen, aztán pedig kimegyünk. Az út. Hát ott csinálunk egy kis. Mivel az Adilát, a rózsaszínkát is. Nem. Robotok. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm.